barátokat is nagy szeretettel köszöntöm, akik nem az ünnepi menettel érkeztek, és ellátogattak ide hozzánk a napfordulóra. Nagyon jó szórakozást kívánok! Elsőként nagyon nagy szeretettel találom fel a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Tánc Együttet. A műsorhoz nagyon jó szórakozást kívánom! De majd ezt mindjárt orvosoljuk, úgyhogy kerítünk, most próba van, csak van két egyforma láb, olyan ez, mint a hamupipőke meséje. Megvan, megvan az egyforma láb. Jó, örömmel konferálom fel a Pilis-Szent Iváni Német Nemzetiségi Táncegyüttest is, akik nem mellesleg az idén ünneplik 30 éves jubileumi évfordulójukat. Thank you.
kedves közösségünk, kedves megjelentek, egy igazán ünnepélyes pillanat következik. A községben ugye nagy hagyománya van annak, hogy Piliszent Iván község önkormányzata a különböző területeken végzett példamutató tevékenységükért lakosokat, szervezeteket díjazásban részesíti. Ugye Piliszent Ivánért emlékérem és Pilisi Lendi, illetőleg Tisztafalú, Boldogfalú elismeréseket is oszt a képviselőtestület. De nyugodt szívvel állíthatom, hogy talán a legnagyobb, vagy nem a talán, a legnagyobb elismerés az az, amikor valakit Piliszent Iván község díszpolgárává avatnak. Egy ilyen ünnepélyes pillanat következik, úgyhogy tisztelettel felkérem Brandhuber Ádám alpolgármester urat, dr. Mirk Máriát és Metzger Rezsőt, hogy fáradjanak ide fel a színpadhoz, ugyanis megtörténik a díjátadási ceremónia. Az Egyesület készült az idén egy rendkívüli produkcióval. Azt kell tudni a Szent Iváni nyugdíjasokról, hogy nagyon sok nagyszerű közössége van Szent Ivánnak, de egyik kiemelkedője a Nyugdíjas Egyesület, mert olyan sok energiájuk van, hogy minden fiatalnak példát mutatnak ezzel. Fogadják szeretettel a Piliszent Iváni Nyugdíjas Egyesület műsorát. Frissül a hangulat. A Joker Dance csapatát, igen, itt vannak, látom, hogy már készülődnek. Őket is különösen nagy szeretettel köszöntöm, vezetőjüket, Preisz Zsófiát, aki szintén itt van a színpad jobb oldalán. Ugye tavaly is programban szerepeltek, hogy a Joker Dance csapata fellép, de akkor egy sajnálatos baleset, ha jól emlékszem, lábtörés volt. Akkor nem tudták bemutatni a produkciójukat, de innen gratuláltunk nekik akkor is. Ugye a Joker Dance csapatot, mint említettem, Preisz Zsófia edzi évek óta töretlen odaadással. A modern táncaikkal több alkalommal világbajnokságokon is részt vesznek, kiemelkedő eredménnyel. 2023-ban például a Dance Star Wars Masters világbajnokságon még a világbajnoki címet is elhozták. Az idei versenyévadot a napokban zárták, ahol a legkisebbektől a legnagyobbakig most is rendkívül sok elismerést zsebeltek be maguknak. Fogadják nagyon nagy szeretettel a Joker Dance igazán friss, dinamikus produkcióját. Your B-fan. Who's a B-fan? Born from a boombox. After the ultimate world blast that ended all things, this is how we rebuilt shit from the underground up. Take part.
don't come play with me, then we will kill you. Klasszikus gyerekjátékból, azaz a pirizésből, vagy más néven ugrókötelezésből nőtte ki magát mára már egy igazi önálló sportág. A mai napon 5 kontinensen versenyszerűen űzik ezt a sportot. Magyarországon több mint 25 egyesület működik. A most fellépő szombathelyi kötélugróklub még Európa-bajnoki címet is maguk mögött tudhat. Run, boy, run. These dragons is a prophecy.